Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma egy spontán videóval a kulcs a szívedhez, a kulcs a szívéhez. Mielőtt persze a kártyát keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed és élvezd a hegyi kristály hangtár reszkését, valamint még én a kártyát keverem, küldd el gondolatban, amit tudnél, szeretnél. Mit kell, hogy tudjál, ami a szerelmet illeti. Mit kell, hogy tudjál. Nézzük, koncentrálj, keverjük a kártyákat szintén. Mit kell, hogy tudjál. Na nézzük, keverjük meg a kártyákat, és persze neked is, és neki is. Nézzük és osszuk el, igazságosan osszuk el. Kettőt neked, kettőt neki. És igazságosan elosztottuk. Most egy szívecskét alkotunk, hogy mit üzennek most a lélektársadnak, vagy mi az üzenet tőle, vagy hogy néz ez az egész ki. Nézzük meg, hogy találod meg a kulcsot a szívéhez. Remélem tetszik így ez a szívecske. Megpróbálom szív alakúra készíteni nektek. Igen, felismerhető, úgy van? Felismerhető. Igen. Na nézzük meg, mit gondol a lélektársad. Hát úgy látom, hogy amit tudatosan osztotok egymással, itt mind a ketten, hogy vagy irigyelitek egymást, vagy pedig az egyik utánozója a másikat, olyan szeretne lenni, mint a másik, vagy ellopja az ötletét. Az is lehet, hogy ellopja az ötletedet. Nézzük meg. Most nálad mi jött ki? Hát nálad tényleg lehet, hogy elengedted, szomorú vagy, ez az elengedés, ez a csalódás itt van nálad, hogy elengeded lehet, és lehet, hogy arra is gondolsz, hogy szeretnél ellazulni, és szeretnél tényleg már pihenni, ez már nagyon-nagyon téged terhel ez az egész, és már azt mondom, elengedem, már most már elegem van. Lehet, hogy úgy gondolod most jelenleg, mert lehet, hogy tényleg úgy gondolod, hogy ő nagyon szereti önmagát, és elég egoista, úgy látom ez az egész, hogy elég egoista, és azt látom ebben az egészben, hogy itten romantikus, és úgy látom tényleg, hogy te szeretnéd ezt a romantikát átélni vele valójában, és szeretnél tényleg ezt a melegséget érezni vele, meg szeretnél tényleg nyílni iránta, de látod, hogy ő mennyire magának való, és lehet, hogy arra vágysz tényleg, hogy elengedjed már magadat, hogy nagyon belefáradtál ebben az egészben, és
És mégis úgy érzed tényleg, hogy hát ő inkább magát szeret, és azért nem jelentkezik lehet. Most ilyen nem ilyen pozitívan jön ki nálad a kártya, hogy gondolkodsz róla, de most arról van a szó nálad is, hogy azt mondod, hogy akármilyen most, akárhogy történt, most már eljött az ideje tényleg, hogy ő lépjen, hogy ő változtasson valamit, és ezért nagyon szeretnél kitartó lenni önmagadnál, szeretnél most valamit változtatni, hogy azt mondjad, hogy megváltoztatom, igen, elengedem őt, tehát teljesen elengedem, egy az egyben elengedem, mert lehet, hogy önmagadat már egy kicsit... Úgy látom tényleg, hogy el akarod engedni teljesen, hogy azt mondjad, hogy most már elengedem, és tényleg megnézem, hol vannak még a sérüléseim. Lehet, hogy úgy érzed, hogy megsütötted vele az ujjadat, hogy lehet, hogy megbántott téged, de úgy érzed, és úgy látom tényleg, hogy szeretnél békét kötni ebben az egésszel, és tényleg ezt a megbocsájtani is neki, elfogadni, hogy most ő jelenleg lehet, hogy nem tud irányodba jönni, azt is el kell, hogy fogadjad, és lehet, hogy nagyon érzed, itt van ilyen megérzésed, ilyen belső megérzésed, szóval érzed, hogy telepatikusan kötődtök egymáshoz, de úgy látom tényleg, hogy ő tényleg téged elvarázsolt, így gondolatban, vagy a szívében elvarázsolt, és most nagyon szeretnéd intuitív ezt az egészet megoldani úgy közöttetek, hogy ez jóra váljon, hogy ez jó irányba forduljon. Úgy látom, hogy most jelenleg az energiát kötöd össze, hogy azt mondod, hogy igen, én összpontosítom a célomat, arra, amit szeretnék, hogy ügyelek arra, hogy a minden szónak ereje van, hogy azt is kimondom, hogy minden szónak ereje van, valamint igen, hogy az önszeretetet most egy kicsit felépíted ezzel kapcsolatban, és úgy látom, hogy igen, merészebb leszel, és mersz majd döntéseket hozni, és most már mersz ebbe a férfi energiába menni, hogy azt mondjad, hogy igen, elengedem a dolgokat, és úgy látom, hogy nem azt mondod, hogy nem akarok a második lenni. Még véletlenül se akarok a második lenni. Én akarnám, szeretném, hogy engem komolyan vegyenek, hogy lássák, hogy ki, milyen vagyok, hogy a lélektársam lássa, hogy kicsoda is vagyok, erre vágysz, és most úgy érted tényleg, úgy érzed tényleg, hogy vannak különböző lehetőségeket, neked itten, amit meg tudsz oldani, vagy meg tudsz valósítani, de úgy látod, hogy most így körbe vagy, és ebből nem tudsz valahogy kilépni. Ez téged most nagyon-nagyon zavar valójában, és úgy látom, hogy neked hiányzik ez a biztonságérzés itten közöttetek, hogy azt mondod, hogy nagyon szeretnéd ezt a biztonságérzést itt elérni közöttetek, és hogy azt mondod, hogy na jó, akkor egy kicsit még kell, hogy várjak lehet, és hogy teázzak, vagy ne siessem el a dolgokat, erre is gondolsz. És ami a tudatalattiba összeköt benneteket, az pedig az, hogy tudjátok mind a ketten, szóval te is tudod, hogy ő mennyire ügyes, de ő is tudja, hogy mennyire ügyes és megbízható te veled kapcsolatban, úgy látom. Nézzük meg most az ő oldalát. Hát igen, ő a te duális lelked, két lélek egy egységbe, végtelen szerelem. Itt van közöttetek a vonzalom, itt van szintén közöttetek, valamint azt látom itten, hogy lehet, hogy ő is nem tud ellenállni, most lehet, hogy nagyon hiányzol neki valójában, és most akkor sok édeset eszik, hogy a hiányérzését bepótolja ezzel, hogy bepótolja a hiányérzését, és úgy látom, hogy van neki még egy meglepetése irányodban, és azzal nem számolt senki, és úgy gondolom, hogy nagyon meg fog tégedet lepni, amire nem is számoltál most spontán, nem is számoltál, nem is gondoltál rá, és úgy látom, hogy teljesen kinyitja a szívét irányodba, és teljesen meggyógyul neki a szíve, úgy látom,
És mit látok itt még? Azt látom itten még, hogy igen, hogy fog neked írni egy szerelmes levelet, be fogja neked vallani a szerelmet, gondolatban, érzésbe, és kapcsolatot fel fogja veled venni, bármilyen módon fel fogja veled venni a kapcsolatot, és úgy látom, hogy ő is arra vágyik, hogy a célja valóra váljon. Ő nagyon szeretné, hogyha egy csoda történne az életébe, és a célja tényleg valóra válna itt közöttetek, arra vágyik, hogy valóra váljon tényleg a célja. És nézzük meg még tovább, hogy fog ez a... Hát igen, ikellángok vagytok is. A mai napon készítem szintén az ikelláng videót, és ebből egy komoly kapcsolat fog létrejönni, és barátságos szerelem. Az azt jelenti, hogy annyira egy hullámon vagytok ti mind a ketten. Hát ikellángok vagytok, nagyon hasonlítotok. Te vagy a női oldal, ő pedig a férfi oldal. És ezt ő már tudja, ő benne már tényleg tudatosodott, hogy ikellángok vagytok. És nézzük tovább, hogy is alakul ez közöttetek. Hát lehet, hogy ő is téged tényleg interneten keresztül figyel, ügyel, és minden itt interneten keresztül jön létre, úgy látom. És azt is látom tényleg, hogy egy veszélyes helyzetben van most jelenleg, nehézségei vannak az életében, egy veszélyes helyzetben van most, és lehet, hogy most tényleg ő spirituális ébredésben van, és meditál lehet nagyon sokat, vagy kinyitja magát az angyaloknak, a spiritualitás iránt kinyitja magát, és hát látja, hogy mennyire tüzes asszony vagy, hogy tele vagy temperamenttel, büszke, erős, minden itt van nálad valójában, és azt látom, hogy lehet, hogy ő is sok üzeneteket kap, hogy kap sok tollakat, kap sok, látja az iniciálodat, valamint hát találkozik lehet ilyen állatokkal is, vagy üzeneteket tényleg az angyaloktól. Úgy látom, hogy nagyon szeretné a gondolataid rendbe tenni, és nagyon szeretné tényleg a félelmeit is feloldani, és hogy másik irányból lássa a dolgokat, arra vágyik, valamint ő nagyon nehéz ez neki, hogy nagyon leterheli ez az egész őtet, és most úgy gondolja, hogy hát inkább nem szól, hallgat, csak nem szól semmit, hallgat, igen, nem szól irányodba. Nézzük meg az érzéseket, elhoztam nektek szintén a Nadine Breitenstein kártyáit, ezek a Secret Key kártyák, ez pedig a Emotion Cards, úgy hívják Emotion Cards, Clear's Emotion Cards, milyen érzések lakoznak most te benned, nézzük meg, micsoda érzések vannak te benned. És nézzük meg, micsoda érzések vannak ő benne. A kulcs a szívéhez. Mi köt össze benneteket? Ó, hát nézzétek a riválin. Lehet, hogy neki két nő között áll, most az játszhat itt egy szerepet, hogy két nő között áll, és ez játszik nála, vagy nálatok szerepet, lehet, hogy te nálad is, meg ő nála is, és nézzük meg, az jött ki, hogy igen, szerelmesek vagytok egymás, vagyis te szerelmes vagy ő bele, és itt van a szerencse, hogy szerelmes vagy, de úgy érzed, hogy ez teljesen téged leégett, és nem tudod, hogy ez a szerelem annyira erős, hogy leégett téged, és nagyon szeretnél aktív lenni, hogy már ez már menjen tovább, hogy ez már induljon, ezt várod, de még mennyire, de valójában csak barátság van itt közöttetek még, szóval nem nagyon fejlődött tovább, és ez már régen így van, és lehet, hogy te is titkolod, és nem mondod meg az igazat, hogy mit érzel, azt mondod, na jó, barátság, igen, azért, mert itt van még, lehet, hogy neki is van még egy nő az oldalán, az is játszhat egy szerepet. Igen, és
ő is úgy látja, hogy nem lát ezen a helyzeten át. De ő nagyon szereti önmagát, úgy látom, nagyon szereti önmagát, de nagyon nagy a vonzó erő közöttetek, úgy látom, mind a kettőtök között, itt ez a vonzó erő, itt van közöttetek, és azt látom tényleg, hogy azt látom, hogy itt a tél, szóval, hogy hiába van ez a vonzó erő, nem engedi meg magának is, befagyassza ezeket az érzéseket, ő itt van, és szeretné tényleg, hogy ez egyensúlyba jöjjenek ezek az érzések, és ezt ki tudja tényleg mutatni, hogy te tudjad érezni, és itt van a tavasz. És ez megtörténik, hogy annyira érez valamit irántad, de amikor úgy, néha ez úgy rájön, akkor ezt lenyomja, és akkor befagyassza ezeket az érzéseket. Nézzük meg, mit üzennek ezek a nagy kártyák. Ezt sokan szeretitek, sokan nem szeretitek. Most attól függ, hogy mi vagy, hogy ez is a Nadine Breitensteintól, hogy mit üzennek nektek ezek a kártyák. Húzzunk egyet. Mit üzen ő nektek? Aha, hogy azt üzeni nektek, hogy nem beteljesedő kérésed van, vagy elvárásod van. Azt mondja, hogy nem én vagyok neked a királyfi, vagy az a lovag, a fehér lovon, akinek te engem látsz. Én nem akarom, vagy nem tudom a te vágyaidat, vagy az álmaidat valóra váltani. Azért szaladok el tőled, és elbújok egy nagy fal háta mögé, és nem válaszolok a te üzenetedre. Hogy mondjam ezt neked meg, hogy mutassam ezt neked meg máskülönben? Ez az első kártya. Most nézzük meg, mit üzen ő te neked, a második kártya. Azt üzeni neked, hogy egy karmikus út, a te lélektársad karmikus, san kötődik hozzád. A ti kötődéstek, ez a múlt életből jön, ahol problémák nem lettek megoldva, és ez a kapcsolat, vagy ez a kötődés nagyon-nagyon fájdalmas volt, de szép is volt, és nem lehetett ezt a kapcsolatot valójában élni, mert attól a perctől nagyon fáj volt, és azért kell megtanulni, hogy a másikat elsőbb kell értékelni, hiányolni, akkor ez az út a célhoz, azt jelenti ez a kártya. Valamint nézzük meg, milyen csakrája van blokkolva. Hát neki a csakrája a szolár plexus van blokkolva, mert úgy érzi magát, hogy ő nem értékes. A te lélektársad már gyermekkorában meg lett tanítva, hogy csak hogyha pénzt vagy financiál materialista van elismerve, akkor van csak respektálva, és akkor, ha igen, ezt már megérezte is, hogy a pénz fontosabb, mint a szeretet, és neki egy nagyon-nagyon magas biztonságérzésre van szüksége, egészen világos struktúra, az azt jelenti, hogy rendre, stabilitásra, pénzre, mert minden más az neki horror lenne, és ő mindent a pénzen keresztül fejez ki. És nagyon nehéz így az ő kapcsolatából felszabadulni, vagy pedig újat elkezdeni. Ez nagyon bizonytalan neki. Ez volt az üzenet most neked, hát remélem, hogy ezt megértetted, rezonáltál vele, ha így volt, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok, iratkozzatok fel a csatornámra, és nagyon örülök, hogyha legközelebb szintén velem a kártyákat kevered, és a videómat megnézed. Legyen szép napotok, sziasztok, Valéria!